Korábban több ízben is szó volt már a magyar uralkodó koronázások numizmatikai emlékeiről, amelyek szerves részét képezték az uralkodói reprezentációnak. Amiről azonban még eddig nem volt szó, az kialakulásonak kezdetei az első fázisok. Az első a koronázás tényének megörökítésére készült érmeket második Lajos koronázására verték, majd hosszú fél évszázados szünet következett. Habsburg Miksa főherceg, első Ferdinánd német-római császár és magyar király volt az első, akit már nem Székesfehérvárot, hanem Pozsonyban koronáztak meg, 1563-ban. Ekkor még nem készültek kifejezetten a szertartások egyházi és virági részénél használatos érmek, felajánlási éremként még nem opferfeniget, hanem 24 darab aranypénz helyezett az oltára, a népközé pedig szintén forgalmi pénzeket szórtak. A koronázás tényéről persze később megemlékeztek. Ennek legszebb példája az úgynevezett pávás tallér, amelyet aranyból és ezüstből is vertek. Előlapján trónuson ülő miksa, a hátlapon a hazulók által kedvelt páva, körülötte két sorban tizenkettő, illetve 10 címer pajzs az általa uralt országok és tartományok címerei. A másik típuson a koronázás mindhárom főszereplője ábrázolásra került. Az egyik oldalon az éppen regnáló uralkodó első Ferdinánd, míg a másikon a frissen megkoronázott házaspár Miksa és felesége Ausztriai Mária látható. Az előlapon 1563-as évszám szerepel, a megkoronázás éve, míg a hátlapon 1577 prágai temetésének időpontja, azaz egy érmen a kezdet és a vég. Hazul Grudolf 1572. évi megkoronázására szintén pozsonyban került sor, amikor is 30 aranyat adományozott az oltára. A szertartás kapcsán két viszonylag ritka zseton típus ismert, amelyeknek rajzban a tervezeteik is fennmaradtak, így össze lehet hasonlítani a terveket és a megvalósult formákat. A zsetonok éremképéből jól látszik, hogy mintának a korabeli forgalmi garasokat tekintették, amelyeken egyrészt Szímer Pajzs, másrészt Magyarország védasszonya, a Madonna szerepelt. Második Mátyás 1608-as pozsonyi koronázására szintén készültek zsetonok, továbbá emlékérmek. Közismert, hogy Mátyás volt az, aki lemondatta bátyját, Rudolfot Magyarország és az osztrák örökös tartományok fölötti uralomról, majd a cseh királyi címről. Visszaszerezte Magyarország számára a Szent Koronát, amelyet ettől kezdve a nagyobb háborús időket kivéve 1784-ig a koronázó város felett magasodó Pozsonyi Vár koronatornyának mélyén őrizte a koronaőrség. A koronázási zsetonokon így kiemelt szerepet kapott a magyar szent korona. Egyik típusokon az előlapon Mátyás nevének betűiből képzett monogram fölött látható, a hátlapi, több soros felirat a koronázás tényét és évét adja meg. Másik típuson második Mátyás jobbra néző koronás, páncélos melképe látható, míg a hátlapot Madonna ábrázolás díszíti. A harmadik zseton típus előlapján az előzőhöz hasonló portré látható, viszont a hátlapra Madonna helyett antik ruhás, koszorús női alak került, abudancia istennő, aki a békét és a jólétet szimbolizálja. A koronázás több emlékérem is megörökítette, amelyek közül talán legszebb az a darab, amelynek előlapján Mátyás portréja látható, fején a magyar szent korona valósághű ábrázolásával. A hátlapon középen a két részű Magyarország címer, amelyet kilenc címer pajzs vesz körül, mégpedig Dalmácia, Horvátország, Szlavónia, Bosznia, Szerbia, Galicia, Lodoméria, Kumánia és Bulgária címerei.